Sziasztok! Ez az első videóm. Ebben a videóban, ahogy megígértem, a méregfelnítésről fogok beszélni. Ez miért is fontos? Azt mindenki tudja, hogy miért fontos. Van, aki hisz benne, van, aki nem. Én hiszek. De a legelső dolog, amit meg kell néznünk, mielőtt méregtelenítünk, hogy milyen a székvetünk. Hát ez ugye elég kényes téma, de én azt mondanám, hogy azért az fontos, hogy mindenki legalább napjába egyszer menjen a WC-re elintézni a dolgait. Meg kell ugye nézni, hogy milyen a széklet, puha, kemény, és a többi, ebből indulunk ki. Ez azért fontos, mert a méregtelenítést elindítjuk, a kúrát, és nem normális a székletünk, akkor nagy valószínűséggel belénk fog ragadni a mindenféle baktérium kórokozó, és ahelyett, hogy kijönne, újra megemésztjük, és újra beszívódik a szervezetbe. Na, mit használok én? Nekem rengeteg problémám volt a gyomrommal, vagyis az emésztésemmel, inkább nem is a gyomrommal. Ugyanis, amikor én izgulok, vagy stresszbe vagyok, akkor azt én a gyomromon hordom. Tehát nem légzési problémáim vannak, nem a fejem fáj, hanem gyomor, vagyis széklet. Problémáim vannak, székrekedés nagyon keményen, és akkor jöttem rá, hogy erre igenis, hogy nagyon kell figyelni, és figyelek is rá, és mivel kezdtem? Vízzel. A vízivászat nagyon fontos, a tiszta vízivászata. Tehát most itt nem az üdítőkről van szó, meg mindenféle kávé, tea persze, az is folyadék, de ugye a kávé az inkább kiszárítja az embert. Tehát most itt a tiszta vízről van szó. Én mennyit iszok? Kb. Hát, egy ilyen pohárral biztos, hogy iszok 6-7 ilyen pohár vizet egy nap, és ezen kívül még levest is eszek, és iszok teát, és a teát is hatalmas bögrével iszom, tehát abból is megiszok 2-3-at még. És akkor ezzel kezdem a napot. Milyen vizet iszok? Milyen vizet iszok? Bocsánat. Hát, tisztított vizet, megmondom őszintén. Igaz, hogy szerencsések vagyunk, mert a csapvíz iható, olyan szempontból, hogy nincsenek benne baktériumok és kórokozók, de én mégis a tisztított vizet iszok. Erre majd rátérünk, amikor nem a test fizikai állapotairól beszélünk, hanem egyéb dolgokról. Tehát tisztított víz. Itt nálunk lehet kapni, de szerintem mindenhol. Megmutatom a dobozát. Egy ilyen Wilkinsonos, 3 ilyen patron van benne, egy patron az egy hónapra elég, és ugye ehhez kell venni, vagy nem kell, de én vettem egy kancsót, és akkor ebben van ott a patron, és akkor így tisztítja a vizet. Lehet látni ott a szűrő alól. Ezzel tisztítja a vizet. És akkor én ezt föltöltöm, és akkor ezt használom ivászatra, ezzel lehet főzni, ebben mosom meg a zöldséget, gyümölcsöt néha, meg másokba is, de majd arról is beszélünk később. Tehát most egyelőre ez ennyi, tehát tiszta, tisztított víz, ha lehet. Például édesanyám rendeli a vizet, és amikor hazamegyek, 2 napra rá megint más víz, tehát megint máshoz szok a szervezet, mire átáll, az megint megpucol, de valami brutális módon. Úgyhogy igen, néha nem árt váltogatni, de mondom, víz az legyen, az a lényeg, hogy vizet igyunk sokat. Még milyen vizet iszok? Én sungit vizet is iszok, ami pedig ebben a kis tartályban van. Hoppá, elnézést. Azok a fekete kövecskék, majd később kiszedem azt is, tehát ez is tisztított víz. Most egyelőre erről ennyit. Ugye rengetegen vagyunk, akiknek probléma, hogy hát sokat kell a WC-re járnunk, ha túl sok vizet iszunk, ezért belefutottam, én nézem a doktor Lenkei Gábornak az oldalát, meg tapasztalom, tehát ki is próbálom a dolgait. Régebben szedtem a vitaminjait is, de tényleg az információ, ami ott van, szerintem az nagyon hasznos. És ő beszélt a sóról,
És megmondom őszintén, hogy én mindig eléggé sóellenes voltam, hogy jó, minél kevesebb, annál jobb, tehát éppen, hogy csak megsózni, hogy azért valami íze legyen az ételnek. Jó vegetált használtam mindig, meg használunk szójaszószt is, meg ilyen magéleves szószt, de szerintem mi nem sózunk túl sokat, és nem is gondoltam, hogy ezen kellene változtatni. És ugye a doktor Lenkai mondta, hogy ha igazából átfut rajtad a víz, akkor lehet, hogy érdemes kicsit megemelni a sót, mert hogy ez valamilyen szinten megköti a vizet. És én ezt ki is próbáltam, mert megmondom őszintén, hogy nekem a vérnyomásom jó, tehát mondhatni, hogy alacsony, de én úgy vagyok, hogy inkább legyen alacsony. És semmiféle gyógyszert nem szedek, tehát úgy voltam vele, hogy miért ne, és ő maga is mondta, hogy nem tudom, egy kiló sót meg kellene enni ahhoz, hogy az tényleg nagyon megemelje a vérnyomást. És ugye a videóiban el is magyarázza, hogy a vese hogyan szűri meg a vért, és a sót, és a többi, tehát azt mindenki megnézheti ott magának. Szóval, igen, úgy voltam vele, hogy jó, egy életem, egy halálom, én is kipróbálom ezt a sós dolgot. Nem sokat, és nem is kellett sokáig, tehát tényleg, ahogy megcsináltam, már érezhető volt a változás egy 2-3 napon belül. Úgyhogy, hát, még ebben van nagyon kicsi az alján, ez ilyen rózsaszín himalájai só. És amikor nem videót csinálok, akkor egyszerűen ezt csak a számba nyomatom. De most a videó kedvéért van ilyen teljesen normális, folyós asztali só. És ebből azt mondja a Lenkai, hogy nagyon keveset elég bevenni. És akkor én most itt prezentálom is a dolgot, ide ezt lerakom szépen. Megpróbálom úgy, hogy ne menjen mindenhova. Itt van egy kis kanál. Itt pedig ugye a sónk. Tehát tényleg nem viszem túlzásba, mindjárt megmutatom, hogy mennyi van úgy a kanálom. Nem sok. Ennyi. Hopp, ennek most a felétől is vesztettem. Na de mindjárt újra. Tessék, ennyi. Tehát ezt én megpróbálom így a végére. Ezt mindenki maga érzi, érdemes tényleg csak a nyelv egyre rakni egy kicsit, és akkor ezt kipróbálni. És akkor ugye azt mondta a Lenkai, hogy vegyük be a sót, akkor én ezt most bekapom. Elszopogatom. Veszem a vizem. És meg is ittam. Kész. Tehát én megvárom, hogy a só elolvadjon valamilyen szinten a számba, és akkor utána ráiszom a vizet. És ez tényleg, hogy mondjam, megfogja valamilyen szinten a vizet, tehát nem kell annyit rohangásznom a vécére, nem azt mondom, hogy egyáltalán, de tényleg megfogta valamilyen szinten. Amit észrevettem ezzel kapcsolatban például, hogy kilók. Tehát én mérem magam naponta, vagy 2 naponta, és általában reggel, székelés után megmérem magam, hát, hogy mégis tudjam. És azt vettem észre, hogy simán rajtam van extra 2 kiló. Csak ettől. Ugyanakkor az övem, mert ugyanúgy be tudom csatolni, mint régebben, és minden ugyanúgy áll rajtam. Tehát ez az eléggé érdekes. Na hát ennyit erről a sóról, aztán ezt mindenki eldönti. Mondom, én kipróbáltam, mert nekem nincsen vérnyomás problémám. Tehát akkor ugye beszéltünk a vízről, beszéltünk a sóról. Mit lehet még tenni?
ha nem indul be a széklet rendesen masszírozni. Nagyon jó erre a masszírozás, nagyon egyszerű. Az ember ugye lefekszik, és óramutató járásával megegyező irányba elkezd ugye masszírozni szépen a hasát. Most ezt nem kell nyomni, mint az állat, de azért elég erőteljesen, tehát azért, hogy mondjam, hogy azért úgy érezze az ember, hogy nem csak megsimogatta. És akkor szépen körkörös irányba elkezdjük masszírozni, fekve. Ez is be tudja indítani. Még ami nagyon jó, amikor az ember, ha ezt meg tudja csinálni, elég fit hozzá, lefekszik vagy az ágyon, vagy a padlóra, és ugye fölhúzza a lábát melkasához. Így fölhúzza, ugye fekszik, és az is nagyon jól átmozgatja, átmasszírozza a beleket. Na, ez erről ennyit. Ezt azt ajánlom, hogy aki nem egy nagy vízivó, hogy ezt kezdjen el vizet inni, és biztos vagyok benne, hogy egy héten belül meg fogja látni a változást. A bőre is meg fogja köszönni, és a belei is meg fogják köszönni. Na mi van akkor, ha mindezek ellenére ugye nem indul meg a széklet? Akkor itt vannak az egyéb dolgok, amik nagyon segíthetnek. Hát, kezdjük az elsővel. Ezt kérem szépen. Itt van. Az ütifűmag héj, ugye? Megmutatom még egyszer. Ütifűmag héj. Ezt meg lehet venni mindenféle boltba, szerintem egészségboltokba, de lehet, hogy normálisan a gyógyszertárba, de meg is lehet rendelni. Én ezt itt a magyar boltba vettem. Úgyhogy amit az útifűmaghéjról tudni kell, az annyi, hogy ez egy rost, ami vízben oldódik. Feloldjak egy kicsit? Feloldok. Megiszom ezt is. Ma most mindent megiszok, mindent bemutatok. Tehát ez egy rost, ami vízben oldódik. Most ezt is érdemes, nem hogy érdemes, de én éggyomorra veszem be ezt is, tehát legelőször, ha ezt használom. Nem eszek, és akkor utána iszok, hanem először iszok, és utána eszek. De megvárok, ha meg tudja az ember tenni, persze attól függ, hogy hogyan jár dolgozni, de egy fél órát várok, mielőtt eszek. Tehát úgy kezdem a napomat, hogy vizet iszok mindjárt, hogy fölkelek, én is kávés vagyok, meg ráadásul elektromos cigit is szívok, de úgy kezdem a napot, hogy vizet iszok, például citromos vizet, majd arról is beszélünk. Tehát most ebbe nem rakok sokat, csak tényleg, hogy megmutassam. Amúgy itt is én azt mondanám, hogy aki nem szokott hozzá, egy ekkora kis kanállal nyugodtan belenyomathat egy idáig megtölti a vizet, a vizes poharát, így idáig, és akkor meg fölkeveri, és szépen megissza. Nagyon fontos, hogy föl kell keverni, hogy a zselé képződés már a gyomorban induljon meg. Tehát nem lehet azt csinálni vele, hogy csak hagyjuk, hogy ott elálljon magának, aztán majd egyszer megisszuk. Nem, föl kell keverni, meg kell inni. Na, akkor megint itt a víz. Megkeverem. Hogy tudom ezt megmutatni? Na nézzük. Úgyhogy megfordítom a kamerát, ha az lehet. Nem. Hát akkor így. Na kérem szépen. Tehát ilyen. Nem nagyon zoomol rá. Ilyen kis részecskék vannak benne. Amúgy elég érdekes. És megpróbálom így kivenni. Aki nem látott még esetleg, akkor így. Nem zoomol.
Elnézést, nem bohóckodom itt vele tovább. Tehát megkeverjük, ahogy mondtam, mindegy, és lehúzzuk. Mert igen, már elkezdett igazából, lehet látni, itt a poháron rá van ragadva, hogy már elkezdett zselés adni, na ez a legjobb valószínű. Tehát más zselésé vált, ugye egy ilyen anyagból egy ilyen zselé alakult ki. Ez is mit csinál? Tisztítja a bélrendszert igazából. Tehát ugye ez egy rost, ami vízben oldódik. Azért kell fölkeverni, sütsütt és meginni, és egy nyálkás gélt, zselét képez, ugye székrekedésnél nagyon jó, akkor a glukémiás indexet is rendben tartja, ezt akiknek ezzel foglalkoznak, azok tudják, de most ebben nem menjünk megint bele, mert most itt a méregtelenítésről és a bélrendszer beindításáról van szó. Tehát erről ennyit kell tudni, megissza az ember. Ha úgy érzi, hogy maradt a torkán, igyon még vizet. Én ezt csinálom. Ezzel megvoltunk, a következő pedig akkor... No. Hát... Ez pedig a kovaföld. A kovaföld. Ugye, nem tudom, hogy ki mit hallott a kovaföldről, nekem egy ilyen dobozban van, vagy hát egy ilyen befőttes üvegben. Ilyen. Itt van az acskó, ide hoztam magam mellé. Igen, tehát ezt eBay-ről vettem. Ugye ez étkezési minőségű kovaföld, és én nagyon szeretem. Tehát ez, ha más nem csinál az ember, úgy mondom, ha ezt a utifümakhelyt nem csinálja, a kovaföld az tehát az egyik legjobb szerintem. Mit csinál? Ugye én ezt megint csak a béltisztítás miatt használom, és mivel, hogy néha úgy a méregtelenítés miatt, ugye ugyanakkor be is indítja ugye a székletet. Tehát az emésztésnek nagyon jó. Ennél is azt kell tudni, hogy igenis, hogy rengeteg vizet kell inni hozzá. Tehát, hogy ha az ember megiszik egy pohárra, ezt is reggel, egy gyomorra, egy pohárra, majd ezt is megiszom. Így gyomorra egy pohárral, annyit kell még tudni róla, hogy a kovaföldet csak műanyaggal vagy fával lehet kiszedni, megkeverni, mert az alumínium vagy a fém az nem jó neki, ide ezt lerakom. Most én általában nem viszem túlzásba különben, és mindenkinek azt ajánlanám, hogy ne vigye túlzásba egy-egy ennyit. Tehát ez tényleg nem egy olyan sok. Bele! Ne szagoljunk bele, tehát ne lélegezzük be, nem jó a tüdőnek. Majd mindjárt elmondom, hogy miért. Ezt is, majd lehet, hogy látszódni is fog, hogy milyen, hogy fölporzik. Látjátok, hogy fölporzik? Aha. Na. Megkeverem ezt is. És akkor egy ilyen dolgot kapunk. Nem jó az íze, nem hazudok, nem jó az íze. Olyan, mintha krétát nyalnánk, vagy a port ennénk. Tényleg, viszont nagyon egészséges, úgyhogy ennyit erről. Most megiszom egészségünkre. Na, ezzel is megvoltunk. Fú! Igen, olyan, mintha tényleg krétát nyaltam volna. Na, miért jó a kovaföld? A kovaföld is tisztítja a beleket. Nagyon fontos, hogy éhgyomorra igyuk, és még folyamatosan igyunk vizet a nap folyamán, hogy tényleg beindítsa a székletet. Néha ez egy-két nap után történik csak meg,
Tehát az is lehet, hogy egész fölfúvódik az ember, akkor masszírozgassa a hasát, nem kell megijedni, be fogja indítani a székletet. A székletnél az az érdekes, legalábbis az én székletemnél, mert most elemezzük ki, nem mélységeibe, de mégis, hogy kis gumocskákként jön ki, tehát összegyűjti amit csinál, a bélfalon lévő parazitákat egyszerűen lekaparja, és a bélben lévő baktériumokat pedig körbefonja. És akkor ilyen, szerintem ezek, tehát ilyen gumocskánként jön ki a gyom a bélrendszeremből, és lehet látni, hogy ott van. Tehát így tisztít igazából. Mi a kovaföld? Hát igazából ezek ilyen kis mikroszkopikus organizmusok, és ezeknek úgy hívják, hogy diatomok. Igazából ezek ilyen algák, fosszíliák mondhatni. És azt mondják, de ne arról beszéljünk, hogy mit mondanak. Akit az érdekel, azt meg tudja nézni, amit én tapasztaltam. Igen, kipucol, aláírom, teljesen jó. Amikor vírusos fertőzések vannak, influenza, megfázás még pluszba, én akkor is szedem. Tehát én ezt nem egyfolytában iszom, mert szünetet kell tartani. Tehát iszom, az amikor először ittam, akkor beszélünk inkább arról, akkor ittam egy jó 3 hétig, ahogy elmondtam, és akkor utána szünetet tartottam. Most kb. 2 hétig fogom inni, és akkor utána abba hagyom. 2 hétig, 1 hétig, mikor, mivel most ugye járvány van, meg amúgy is jövünk ki a télből, most ne a járványról beszéljünk, azért nem árt inni egy kicsit tovább, mondjuk tavasz végén, ugye nyáron, egyszer iszom, tehát egy hétig iszom, és akkor télen megint 2 hétig iszom. Ennyi. Tehát ezt mindenki érezni fogja. Az a lényeg, hogy én nem ajánlom, hogy egy hónapnál tovább idd egyfolytában, tehát tarts utána egy 2 hét szünetet, és akkor utána megint lehet. És nem kell túlzásba esni, egy pohár egy nap. Tehát nem kell aztán megőrülni, és 5 pohárnyit meginni egy nap. Nem, egyet. És akkor rááll a szervezet, és akkor utána pucol. Mit tapasztaltam? Hát én azt tapasztaltam, hogy jobb a bőröm tőle, teltebbnek érzem, és ami nagyon érdekes volt, mivel ugye ez pucol, úgy voltam vele, hogy jó, hát egyértelműen megöli a baktériumokat, az E. coli-t, E. coli vírustól kezdve, amit akarsz, tehát tényleg jó, nagyon jó az ereknek, koleszterinre is jó, és a többi, mindegy. Nem ez a lényege, az a lényege, hogy én ezt beleraktam a fürdővízbe, és mondom, egy életem, egy halálom, nem sokat, 4 ilyen kanálnyit. Beleraktam a fürdővizembe, raktam még bele sót is a fürdővízbe, ugye az is jó a méregtelenítésre, ugye ezt gondolom azért sokan tudják, hogy a sós lábfürdő, meg a sós fürdő, ugye ez jó, ugye ez kiszívja a méreganyagokat ugyanakkor, tehát ez fontos. Beleraktam, és nem ültem, mit tudom én, fél órát ültem a fürdővízbe. Mit éreztem utána? Azt éreztem, hogy sokkal, tehát majdnem olyan érzés volt, mintha egy föl lennék pumpálva tőle. Ugye a bőrem sokkal selymesebb lett, ugyanakkor sokkal teltebbnek éreztem. Ezt próbáljátok majd ki, aztán majd meglátjátok. Tehát most akkor ennyit erről. Erről beszéltem. Még mivel szeretnék beszélni, még 2 dolog, nagyon gyorsan, mert nem akarom azért elhúzni ezt a videót teljesen. Még amit ajánlanák méregtelenítésre, és hogy a gyomornedveinket beindítsuk, az a citromos víz. Citromos víz. Lehet ilyet. Miért ne? Meg lehet ilyet. És akkor én megint csak nem tökölök reggel, fogom. Kb. Ennyi. Belenyomatom. Most ezt megint ezzel viszom.
És akkor így megiszom egészségünkre. Citromos víz, az megint nem mindenkinek jön be, azért ugye, mert hát elég savanyú, de ez megint azzal jár, hogy át kell kicsit állítani a ízlelő bimboinkat, hogy ne csak az édeset szeressük, hanem megpróbáljuk értékelni a sósat és a savanyút is, de majd erről is kicsit később beszélünk. Tehát ezt csinálom még, akkor még amiről beszélni szerettem volna, és ez az utolsó dolog, és utána elbúcsúzom, visszatérve a sungitra. A sungit az egy Oroszországból származó kő, és egyet kiveszek, ezt a, voltunk Cseltenhamba, és ott volt egy ilyen kristály kiállítás, és onnan vettem, de most vettem fel a kapcsolatot a bányával, mert én nem fogok ráugrani erre a kristályt is árulok dologra, de úgy voltam vele, hogy ez én látom az értelmét, és tehát nem fogok elkezdeni nyakláncokat, meg minden ilyesmit árulni, csak azt meghagyom másoknak, csak ami tényleg az egészséggel kapcsolatos. De a kristályokról majd beszélünk, csak sikerült kibontanom. Na tessék, nem egy szép különben. Így néz ki. Tehát ez a sungit. Na. És akkor így még meg is fogja a kezünket. Tehát ezt, mielőtt beleraknánk ugye a vízbe, meg kell mosni. Addig kell mosni, amíg velem jön róla a mondhatni a kosz. Aztán, mikor lejött már, akkor megmutatom. Most ezt átcserélem. Pillanat. Ezt rakom ide. És akkor ezt kinyitom. Na. Itt vannak nekem egy ilyen kis tárolóba, ezt is a Lidl-be vettük. Ugye ebben gyümölcsöt lehet amúgy rakni, és akkor egy igazából egy ilyen gyümölcs vagy zöldségízű vízt iszol, de én direkt azért vettem, hogy ebbe fog, mert tudtam, hogy a sungitot ebbe fogom tárolni. Tehát amikor megmosta az ember, akkor, és tényleg rendesen leöblítette, akkor már lehet így szépen használni, ez is olyan. Tehát a sungit vízről pedig azt kell tudni, hogy elkészítése, most nézzétek meg, tehát bele raklak titeket így, meg tudjátok nézni belülről. Tehát, hogy milyen tiszta. Látjátok? Tehát, ha már le van mosva, akkor már minden rendben van. Na, sungit víz, megtisztítottad, meg is kell kefélni, és akkor utána belerakjátok így a tárolóba, vagy csak magába, teljesen mindegy, és rángetitek a vizet, ez elkészül, ezt állni kell hagyni, amíg így föl nem pezseg, tehát egy két napot, és akkor utána lehet már inni. Na, én ebből napi egyet iszom csak. Ezt is megiszom. Napi egyet iszok csak, mert még vannak dolgok, amiket ki akarok próbálni, mielőtt többet innám, tehát semmi, teljesen tiszta. A sungit is kérem szépen olyan, hogy meg szénatomból áll, ezt ugye Oroszországban bányásszák, megtisztítja a vizet a baktériumoktól, a vírusoktól, és tehát igazából tiszta vizet varázsol a piszkos vízből, nagyon jó a gyomornak, nagyon, nagyon jó a bőrnek, és hát igazából a fullerness, tehát ez egy új dolog, ami csak ebbe a sungitkőbe van, és aki ezt felfedezte, az Nobel-díjat kapott érte 1998-ban. Tehát ha csak a kovaföldet iszod meg a sungit vizet, már jól jártál. Azt még tudni kell, akinek nagyon el van, megiszom,
Azt még tudni kell, hogy aki még soha nem csinált méregtelenítést, valószínű, hogy elég, tehát hogy lesznek különféle panaszai. Tehát először valószínű, hogy rosszabbul fogja érezni magát, nem jobban, lehet, hogy influenza-szerű tünetek elől jönnek, folyik az óra, rosszul érzi magát, tehát igen. Tehát ezzel számolni kell, az érdemes a méregtelenítést már akkor elkezdeni, amikor az ember nyugodtabb, vagy nincs annyi dolga. Úgyhogy, tehát összefoglalva, akkor citromos víz, reggel 1 gyomorra. Nem kell megijedni, a citrom az alkalizálja a testet, tehát hiába savas, a gyomornedtől, ahogy átalakul, az alkalizálja, tehát az jó, ezzel megvoltunk. Ha sokat kell pisilnünk, próbáljuk ki a sós módszert. Masszírozzuk a hasunkat, ha nem indul be a széklet, ugye a vízivás után. Aztán még beszéltünk ugye az útifűmaghéjról, beszéltünk a kovaföldről, és beszéltünk a sungitkőről. Úgyhogy, hát, igen. Még valamit a kovaföldről, ami nagyon érdekes szerintem. Nagyon jó immunerősítő az is. És ugyanakkor nagyon jó a csontoknak. Tehát a csontoknak, és a bőrnek, hajnak, szemnek, körömnek. De meg lehet nézni, hogyha valakinek például mozog a foga, tehát laza, kezdje el inni, és meg fogja látni, hogy megváltozik, mert nekem is megváltozott. Úgyhogy ennyit erről egyelőre. Remélem, hogy tanultatok ebből a videóból valamit, vagy hallottatok valamit, amit eddig még nem hallottatok. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan írjatok rám, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!